A rendezvény a Tolna megyei kormányhivatal és a Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodájának összefogásával jött létre, amihez két rákellenes szervezet is csatlakozott. A megnyitó beszédben Horváth Kálmán kormány megbízott arra hívta fel a figyelmet, a megelőzés összefogással lehet hatékony, amiben megvan a felelőssége az államnak, a szakmának és az egyénnek egyaránt. Évente 18 ezer ember élete lenne megmenthető, ha idejében jelentkezne szűréseken, mondta Gliné Tilman Erzsébet, a Balassa János Kórház ápolási igazgatója. A mai rendezvényünknek az a fő üzenete, hogy felhívjuk az emberek figyelmét erre, illetve a szűréseken való részvételre. Jelen pillanatban az érdeklődés nagyon nagy, minden szűrés időpontunk elfogyott, de arra törekszünk, hogy a jövőben biztosítsuk azoknak a lehetőséget, akiknek most esetleg ez nem sikerült. Ácsázső polgármester arról szólt, a felelősség tanítható, és fel kell mérnie mindenkinek a saját dolgát önmagával és a családjával szemben. Azt is át kell gondolni, hogy nem csak magáért felel egy családfő, vagy éppen egy családanya, hanem a családért és a gyerekeiért is. Tehát az, hogy ő magával hogy foglalkozik, mennyire figyel oda a saját egészségére, mennyire figyel oda arra, hogy esetleg megelőzze azt előszűrővizsgálatokkal, hogy olyan betegség kialakuljon benne, ez óriási felelősség. És ha ez a közös felelősség megvan, akkor nem csak a családon belül jelenik meg, hanem azt mondhatjuk, hogy össztelepülési, össznemzeti szinten is tulajdonképpen egy komoly, komplett felelősséggel tudunk beszélni valamennyiünk esetében. A sétán 100-nál többen vonultak, jelezve embertársaiknak a szűrések fontosságát.